hihetetlen sikerrel bemutatásra került ez a produkció Szombathelyen. És a koprodukciónak az volt a lényege, hogy azt a produkciót, az ott folyó művészi munkát a részben átemelve, a koreográfiákat, a látványt átemelve, de a színészi munkát újraértékelve és a ti színészi munkátokkal újból értelmezve, fölépítve mutassuk meg ezt a Békés Csabai közönségnek is. Azért szerencsés nagyon ez a produkció, mert ez egy igazi családi darab, tehát nagyon, nagyon sok korosztályt meg tud szólítani a gyerektől a felnőttig. Azt gondolom, hogy az elragadó zeneisége, a szellemes szövegek, az egésznek a látványvilága nagyon, nagyon el tudja kapni a gyerekeket, és ugyanakkor meg van benne egy olyan mély filozófikus gondolkodás a felnőtté válásról, ami meg nagyon megszólítja a felnőtteket is. 17 éve volt ennek az ős bemutatója Budapesten, és annak én szereplője voltam, illetve hát a tánckarban működtem közre. Hát speciális elvárások vannak a tánckarral is, mert rengeteg szöveg kötődik a karhoz, és én azt akkor 300-szor játszottam. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon más az egész, mind látványvilágában, mind mondani valójában. Azt gondolom, hogy az a verzió, amit mi csinálunk, egy sokkal drámaibb, dramatikusabb változat, sokkal emberközpontúbb.